Megépültek a töltések, amelyek egy 2,5 hektáros hulladék lerakót vesznek körül a kárpátaljai Makkos Jánosihoz közeli területen. A beregszászi térség hulladékkezelését megcélzó beruházás kivitelezése több területen is jó ütemben halad. Szinte teljesen elkészültek a közművesítéssel, a 15 000 négyzetméternyi szilárd burkolat lefektetésével, de szépen haladnak a 360 négyzetméteres szociális épület és egy járműszerelő, valamint mosóműhely kialakításával is. A munkaterületet idén áprilisában vettük át. Ez egy 28 hektáros területrész, aminek a gerincét a 2,5 hektáros, ez nagyjából 3 focipálya méretű hulladéklerakó építése jelenti. Ez a hulladéklerakónak a töltés testje, hogy a méreteket el lehessen képzelni, 5 méter magas és 20 méter széles töltéseket építettünk ehhez a műhöz. Kialakításra került egy összességében 15 000 négyzetméternyi burkolt felület. Ehhez 10 000 köbméter szóródóanyagot használtunk fel a stabilizálásokra, illetve 4 000 köbméter beton került beépítésére a 15 000 négyzetméteren. A projekt során elkészítettük a terület vízrendezését, és nagyjából 2,5 kilométernyi csővezeték került beépítésre, elektromos vezetékekből pedig 4 kilométernyit fektettünk le a területen. A tervek szerint a lerakó és válogató komplexum 200 000 család kommunális hulladékkezelését oldja meg több évtizedig. Ez nagyban hozzájárulhat a Tisza szennyezettségének csökkentéséhez is. Це дуже важливо не тільки для Берегівщини, а й для наших. Azért történelmi ez a beruházás, mert ez nem csak a beregszászi járás számára fontos, hanem nagy hatással lesz a szomszédos országokra, Magyarországra, Romániára és Szlovákiára egyaránt. Hiszen minden tavasszal, amikor áradások vannak a Tiszán, a mi hulladékunk jelenik meg a környező országokban, amely jelentősen szennyezi a környezetet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a hulladékkezelés megoldásával csökkentsük a természeti károkat, mondta el Szárály Román, a Kárpátaljai megyei tanácselnöke. A beruházás megvalósításához eredetileg 5 millió eurót biztosított az Európai Unió, a befejezéshez azonban szükség van a magyar kormány 2,5 millió eurós külön támogatására, amelyről már korábban döntöttek. Hétfőn megalakult az a társulás is, amely működtetni fogja az üzemet, és megalkotja az átfogó hulladékgazdálkodási koncepciót. Nagyrészt készen van a beruházás, az Európai Uniós források felhasználásra kerültek, míg a magyar kormányzati forrást kell felhasználni, hogy be tudjon fejeződni ez a mű. Arra is megvan a megfelelő garancia, illetve a szerződés a Tisza Európai Területi Társulás rendelkezésére áll, tehát be tudjuk fejezni ezt a beruházást. Szociális épületek készültek hozzá, és megalakult a társulás is, amely működtetni fogja ezt a lerakót. Ez talán a legfontosabb még a fizikai megvalósításon túlmenően, hogy a beregszászi, nagyjából beregszászi járás területét lefedi ez a magyar lakta településeket lefedi ez a társulás, ahonnan aztán a hulladékot ide tudják hordani megfelelően szabályozott körülmények között. Szakács Áron, a határmenti fejlesztésekért felelős szakmai titkárság vezetője azt mondta, a magyar kormány elkötelezett hozzáállásának köszönhetően készülhet el a hulladék lerakó. Most december végére eljutottunk odáig, hogy elfogyott a pénz, véget ért a programnak a végrehajtási időszaka, ami azt jelenti, hogy innentől csak és azért tud folytatódni a beruházás, mert a magyar kormányzat további 2,5 millió euróval járult hozzá a beruházáshoz. Nagy valószínűség szerint az a készültségi fok, amit most láttunk, az sokkal előre haladottabb lesz a következő néhány hónapban. A Zero Waste programban nem csak a Makkos Jánosiban épülő komplex hulladékkezelő építése történik meg. A beregszászi járásban átfogó szemléletformáló kampányba is kezdtek annak érdekében, hogy a lakosság minél hamarabb megfelelő helyre és lehetőség szerint szelektíven gyűjtse a háztartásokban keletkezett hulladékot.